Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a kedves nézőket, és természetesen a helyszínen megjelenteket. Így nagyon-nagyon rövid ünnepségünk lesz, annál fontosabb a téma. Itt vagyunk az Ótemplomi Szeretett Szolgálatnak, annak is a Tessedik utca 24 szám alatti épülete előtt. Egyrészt most költöznek vissza a gondozónők ebbe az épületbe, akik fél évig kirándultak, mégpedig a régi... Földhivatal épületében köszönjük a képviselőtestületnek, hogy ezt lehetővé tették, hogy az építkezés, a felújítás alatt ők egy biztos helyet kaptak ott. Nagyon-nagyon jól érezték magukat, úgyhogy ez most egy olyan kicsit olyan kényszerű a mosoly az arcukon, mert annyira jó helyen volt, és annyira jól érezték magukat. Próbáljuk azért az itteni épületnek a feljavított színvonalával úgymond kárpótolni mindazt, amit most lelkiekben éreznek, de nagyon-nagyon jó, hogy visszaköltöztek, és jó, hogy itt vagyunk. És ezt a napot gondoltuk, hogy a mobilitás hét kapcsán egy kis ünnepséggel kiegészítenénk, ez pedig nem más, mint hogy 11 kerékpár érkezett, 10 kerékpár érkezett a szolgálathoz, még pedig a házi segítségnyújtás szolgálathoz, egy pedig a központi irányításhoz, és így kiegészült az a kerékpáros flotta, ami az Ótemplomi Szeretett Szolgálatnál már régóta meglévő, és régóta működik, hiszen a gondozónőink és a gondozók jó része kerékpárral közlekedik, és kerékpárral jutnak el A-ból B-be, leginkább a központból az ellátottainkhoz, akiken próbálnak segíteni otthonukban, de sokszor ez a segítség, ez azt is jelenti, hogy el kell menni különböző helyekre, tehát boltokba, vagy éppen gyógyszertárba, vagy éppen orvoshoz, és ebben segít ez a szolgálat. Németné Katigát kérem, hogy lépj egy kicsit közelebb, akitől már az előbb megkérdeztem, hogy nem lesz meglepetés a számodra az a kérdés, hogy naponta hány kilométert szokod egy gondozónő közlekedni, vagy biciklizni? Egy kicsit közelebb, hogyha lehetne. Körülbelül olyan 20-25 kilométert megy egy gondozónő naponta, kerékpározik. Kerékpárral mentek. Több egy gyalogold, ennyi a kerékpár. Ennyi a... Igen. Nagyon rossz, amikor két kamera vesz minket, és próbálom azt, hogy mennyi ez évente, de 200, most már akkor megtudtuk, hogy 251-el kellene ezt felszorozni. A 20-at, hát legyen a vége? Mondjuk azt, hogy 50 ezer kilométer. Én bízom benne, hogy ez a szolgálat hozzájárul ahhoz, hogy a szarvason élő időseknek az élet színvonala, életminősége egy kicsikét javuljon. Nagyon nehéz szolgálatot kaptak az itt lévők, és nagyon nehéz, én mondhatnám azt, hogy hivatás mindazt, amit végeznek, hiszen ahogyan a napi rendet már elmondtátok az előbb, ez reggel, de mondd el még egyszer. Hát reggel bejövünk az irodába, itt megbeszélést tartunk egymás között, utána mindenki elmegy az ellátottához, vagy bevásárol, vagy gyógyszervér megy, attól függ, hogy mi az igény, és utána este fele megint visszajövünk, vagy előtt újból megbeszéljük, ennyi. És ez ellátott, ez hány ellátott lehet egy nap? Hát egy 5-6, attól 6. függ, hogy kinek mi az igény. Igen, 5-6, én is köszönöm. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy akkor ellátott, oda kerékpározni, majd pedig, amikor ott befejezi az adott szolgálatot, utána megint kerékpára ül, és átmegy a másik helyre. Ez minden nap. És ezt naponta 4-5-ször kell elvégezni. Erről egy nagyon fontos és alapos adminisztrációt kell végezni a szolgálat vezetőinek irányításában, majd pedig következő nap újra, és újra, és újra. És az a legnehezebb, hogy nagyon sokszor lelkileg is megterhelőek ezek a találkozások, hiszen sokszor olyan helyre kell elmenni, ahol már nagyon nehéz állapotban vannak az ellátottak, és sokszor bizony az ellátottakat el kell kísérni az utolsó útjára is, ami még nehezebb és lelkileg megterhelő. Ilyenkor nagyon jó kerékpározni, amikor süt a nap, amikor szép az idő. Most ugye süt a nap, de nincs az a nagyon nagy meleg, bár itt egy picit azért izzadunk, de amikor elkezd esni az eső, amikor jön a szélvihar,
ők ugyanúgy ott vannak a kerékpáron, az ugyanúgy végzik a szolgálatukat, és ezt tényleg köszönet ezért, hogy ezt viszitek, ezt a szolgálatot, és most amiben mi hozzá tudunk járulni egy pár kerékpárral, hogy új kerékpár, legalább a biciklivel ne legyen gond. Végtelenül örülök annak, hogy a dolgozók megfelelő munkaeszközt kaptak, mert ez eszköz arra, hogy eljussanak egyik ellátótól a másikig. A lelküket nem tudjuk segíteni, mert nagyon sok tragédiával, nagyon sok lehetetlen helyzettel és segítségre kevésbé, mikor nem tudnak segíteni az őket is, nagyon kikészítés bosszantja, úgyhogy hét sem megterhelő munkát végeznek, de azt a szeretet, amelyet a város próbál a polgára, idős polgára irányába megvostani, ők a végrehajtói. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ma Szarvason senki sincs egyedül segítségnyújtás nélkül, mert vagy elhaltak körülötte, vagy a gyerekek elmentek külföldre, vidékre, máshogy élnek, és a helyi gondoskodást azt ők biztosítják. Na, ehhez azért kell ez a minimum technikai feltétel. Megbeszéltük Esperes úrral, hogy legközelebb majd valami kocsikat próbálunk szerezni. Hát nagyon fontos a klímavédelem, de az ő egészségük is, mert gondolják el, télen is el kell menni, jeges hóba, esőbe, és mert nem maradhat az ellátott, várja őket, várják az ellátottak. Szinte percre pontosan várják, és nagyon rossz esik, hogyha késnek, vagy nincsenek ott, vagy nem tudnak menni, úgyhogy majd fejlesztjük még ezt, hogy sikerült. Mindenesetre én gratulálok annak, és köszönöm, hogy megfelelő munkakörülményeket kaptak, mert ez munkaeszköz számukra. Igen. Hát most kértem egy gyors statisztikát, az közel 40 szolgálati bicikli már van kint, nem csak ennél a szolgálatnál, hanem a többi helyen is. 12 gépkocsi segíti a szolgálatban lévőknek. Nagyon nagy. A 12 gépkocsi, ha már itt a felmelegedés és minden egyébről van szó, 15.700 liter benzint fogyaszt el egy évben, és több mint 200.000 kilométer az, amit Szarvason, a környékén, és hát ugye a különböző kórházakban, hogy eljussanak ebben a betegszállításban is segítkeznek. Természetesen a betegszállító külön, ami egy más cég, aki a mi betegjeinket is segíti, de nagyon sokszor vannak, akik mozgássérültek, mozgáskorlátozottak, őket egy külön speciális autóval tudjuk elszállítani. Erre van mód. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és örülök annak, hogy átadhatjuk ezt a kerékpárt. Örülök annak, hogy a Balázs kerékpár jó kerékpárokat adott nekünk. Jó, hogyha néhány gondolatot mondanál ide a mikrofonba is. Én is örülök, hogy tudtam támogatni a kerékpárokkal a munkát. Jó minőségű 28-as kerékpárokat kaptak, teljesen felszerelve, és bízok benne, hogy hosszú távon sikeresen tudják ezt használni. És Csepel nevű kerékpár. Így van, Csepel gyártmány, hát úgy gondolom, hogy ez mai világban ez egy jó márkának számít, és kipróbált, és hosszú távon megbízható. Igen, köszönjük szépen. A kerékpárokon rajta van a telefonszám, bármi gondban hívjátok nyugodtan, és őket ne engem zaklassatok, hanem lehet direkt, így egyeztünk meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Végezetül jó egészséget kívánok nektek, jó. És ügyeljetek az öregeinkre, mert öregszik a település, meg a járás lakossága, és egyre több szükség van a munkátokra. Sok empátiát és szeretetet kívánok nektek is, titeket is becsülnek meg, de ti is próbáltok a szeretetünket átadni az idősekre. Köszönöm szépen, és jó egészséget! Köszönjük szépen! Köszönjük a munkát. Akkor nincs más hátra, mint előre, menjünk egy kört, akkor próbáljuk meg így egy ilyen csoportos kerékpározást.